Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Plague Incorporation következik, és azon belül is egy játékosok által tervezett szkenáriót szeretnénk nektek megmutatni, ami szerintem baromi ötletes lett. A videó leírásban linkeltem a Steam-es linkjét, ez egy workshopos szkenárió, és akkor bárki kipróbálhatja, akinek megvan ugye a Plague Incorporation. Szerintem érdemes, mert szerintem baromi ötletes, és én is gondolkodtam ezen, hogy ezt meg kéne csinálni, aztán valaki már megcsinálta, hát mondjuk várható volt. Na, és ez pedig a Prometheus filmből ismeretes fekete ilyen dzsuva lesz, ami ugye, hát a film szerint lehet, hogy köze van ugye az alienek kialakulásához, de ezt fogjuk most megnézni. Ez egy parazita lesz. Jó, maradhat így minden, normál nehézségi fokozat. És hát Chemical A03959X.91. Jó, szerintem ez teljesen jó lesz. Jó, és a Prometheusból ismeretes fekete kis lötyi megfertőzte az első áldozatát, és ez egy nagyon veszélyes és halálos vírus. És pár órával később valószínűleg már az első mutáció végbe megy a gazdatesten, és vajon az emberiség képes lesz ezt megállítani, avagy sem? Jó, mit csináljunk? Jó, igen, ez meg már a normális szöveg. Na, hol kezdjük? Szerintem kezdjük el Kínában, ott úgyis sok a potenciális gazdatest. És akkor nézzük meg, hogy mit kínál számunkra ez a vírusocska. Vagy inkább parazita. Itt van. Na, akkor lássuk, hogy mik terjeszthetik ezt a vírus. Ugye egyből mutálja így a gazdatestet. Artidotila, vagy mi. Hát a négylábú állatokra terjed rá. Sokkal agresszívabbá téve őket, és agresszívan fogják védelmezni a területeket, és növeli a fertőzési veszélyt. Hát ez a buzogány, ez meg már a kukacokat mutálja tovább, megváltoztatja a DNS struktúrájukat, és hát sokkal fertőzőbb organizmussá teszi őket, és más organizmusokkal is érintkezni fognak. Ez is a fertőzést neveli. Mi az Isten ez? Nagyon jók az ikonok. Oké. A madarak a saját fajukkal szemben sokkal veszélyesebbé válnak, sőt, meg is ölik egymást és mindenre rátámadnak, növeli a fertőzést és a halálozási arányt. Ez a Prometheus patkány. Igen, ezek a rákcsálók, ez ugyanez. Mi ez? Kutyák! Ujj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 
elsőt vesznek föl, az embereket is megtámadja és megfertőzi, kicsit növeli a fertőzés esélyét, ezek pedig a rovarok. A fekete folyadék mutálja a rovarokat is, és sokkal veszélyesebb lényekké változtatja őket, terjesztik a nyavaját, és mindenféle más organizmust is megfertőznek, és egy kicsit a halálozási arányt is növeli. Na nézzük, mikat kapunk még itt. Szembevérzés, ez pedig a kontaktus alapján való terjedés. Igen, tehát emberek és élettelen tárgyak is terjesztik a fertőzést. Szerintem kezdjük ezzel, mert ez úgy alapvetően nem nagyon fog feltűnni senkinek. Itt pedig a szokásos hideg, meleg, folyadék és a gyógyszerekkel való szemben való rezisztencia, valamint a DNS lánc gazdagítását. Gondolom ezzel fogok újabb dolgokat unlockolni. Jó, hát akkor hoppá, mi ez? Átváltozási potenciál. Megváltoztatja a genetikai kódját a megfertőzött organizmusnak, és a kettes szintű vonalakat unlockolja, hát az ilyen válfajokat. Gondolom ezeket itt. Az szép, akkor ezek még tovább is fognak fejlődni.
Hát nem rossz, azt kell mondjam. Na jó, hagyjuk szépen, hogy teljen az idő. És ja, 2096 májusában indul, vagy áprilisában az idő, tehát ez a jövőben játszódik. Gondolom visszajöttek a küldetésről, és hazahozták magukkal azt a fekete folyadékot, csak hát az a fekete folyadék valahogy elszabadult, és elkezdi megfertőzni az embereket, hát Kínában mondjuk ott hozták haza, és akkor ott a laborban megfertőztek vele egy-két organizmust. Vagy esetleg nem mostak utána kezet, bár mondjuk kizártnak tartom le, de majd szépen meglátjuk, hogy mi történik. Annyit azért hozzátennék, hogy párszor lejátszottam ezt a szkenáriót, és többfajta kimenetele is lehet a dolognak, tehát van, hogy az állatokat mutáljuk, de itt a szimptomák között lehetőség van arra, hogy a Prometheusban látott ilyen emberi mutációt előidézzük, és akkor ilyen agresszív szörnyetegekké változtathatjuk az embereket, szóval mindenre van lehetőség. Na jó, először a terjedést, hogy a lélegzetvételben is terjedjen ez a vacak. És akkor már a férgeket így elkezdem megfertőzni. Vagy hát a szelvényeseket. Vagy kiket. Na és itt a fertőzésen lesz szerintem a hangsúly, mert ha így beindítom az evolúciót, akkor szerintem pillanatok alatt, na már több száz embert megfertőztem, pillanatok alatt felfedezik és kikutatják az ellenszerét ennek, úgyhogy muszáj leszek itt szépen, csendben, sunyiban dolgozni. Kicsit a marhákat is bevonom a dologba, aztán majd jönnek a rovarok. A kutyákat már nem akarom, mert azok így nagyon feltűnőek lennének. Hát egyszer csak így házi kedvenceink helyett ilyen rothadó ilyen szörnyetegek fognak ott mazsírozni a kertekben. Azért az úgy elég feltűnő. Jó, van egy kis halálozási ráta. Addig viszont már több ezer ember megfertőződött. Ó, és átterjedt Kazasztánba. Jó, úgy tűnik, hogy itt Ázsiát azt elveszítjük nagyon hamar. Jó, közben 2096 júliusát írjuk, július közepén járunk. Egyelőre meg csak pár tízezer ember fertőződött meg Kínában, senkinek sem szúrt szemet. Elszabadult ez a haláros földön kívüli eredeti vírus, inkább parazita. És a Távol-Keletet már mindenütt megfertőzte. Egyre több helyen, sőt még Oroszországban is már nagy fertőzöttünk. Na, közben nézzük tovább, mik vannak itt. Jó, a rovarokat már bevontuk a buliba. Jó, akkor lépjünk egyen magasabb szintre az evolúcióban, és küzdjük le a gyógyszerekkel szembeni rezisztenciánkat is. Oho, oho, oho! Na igen, itt van a vagina kobra a Prometheusból. Hammerbeed. A kukacok átváltoznak valami kobraszerű lényé, és nagyon agresszívak lesznek a többi organizmussal szemben, és meg ezek már halálosak is lehetnek. Ez pedig a bika xenomorf. A bikák teljesen átváltoznak ilyen érdekes dolgokkal. Nagyban meg és sokkal veszélyesebbek lesznek. Ugyan ez igaz így a xenomorf szöcskékre, arachnoid. Repülő lények lesznek, és akár a határokon keresztül is terjesztik a fertőzést. És 23 DNS volt, tehát elég drágák ezek, szó. Jó, hát egy ilyet. Na jó, ezt a vagina kobrát, ezt muszáj vagyok, mert akkor nem lenne Prometheus a Prometheus. Jó, ezzel viszont hamarabb ki fogják szúrni, mert nézzétek már így, hogy szaporodnak a halálos áldozatok egyre másra. De még Kínában nem szúrt szemet, igaz, még csak 11 millió. Hát csak 11 millió. Kínai fertőztem meg, de már Indiában is elkezdődött a buli. Ó, és ahogy nézem, Indonéziában is most már megjelentek. Hát igen, az arachnoidok támadása következik hamarosan. Ó, és már több embert fertőzött meg, mint a HIV vírus. Az durva.
Na, és Japán. Japánba elszabadulnak a xenomorfok. Hoppá, Kínában kész. Most már exponenciálisan növekszik a fertőzés. Közép-Ázsiában az első halott. Ez nem igaz, mert Kínában haltak meg az első emberek, akiket a xenomorf állatok, mutáns állatok megöltek. Na, elkezdődött a kutatás. Ja. 2168-ban kutatják majd ki az ellenszerét. Hát még nem nagyon foglalkoznak vele, hogy honnan kerültek elő ezek a mutáns állatok. Hát mondjuk, hogyha a való életben megjelennének ilyenek, akkor ott szerintem gyorsan befogni és rájönni, hogy mi lehet ez, és mindent ennek alárendelni, mert... Na, és Mexikóban átterjedt az amerikai kontinensre, Európába, na még Dél-Amerika, és itt Grönland. Grönland azért ott eléggé kívül esik mindig itt a fertőzésekben. Na nézzük! Kettes fokozatú DNS szekvenciát állokkolom, és hoppá, 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 reprodukció. Na, úgy tűnik, hogy a patogén így reprodukálni képes önmagát, és így hosszan túlélni így a környezet viszontagságait, és az infektivitás növeli, és újabb válfajokat tesz elérhetővé. Tehát megjelennek a tojások, az alien tojások. Vagy nem. Amik ugye, hát akik látták a filmet, tudják, hogy azok így akár év századokig is képesek így stázisban átvészelni. Aztán amikor közel ér valamilyen gazdatest jelölt, akkor aktivizálódnak, és akkor kijön belőlük az arctámadó. Na hopp. Amerikában is megjelent a fertőzés. Hogy ez nem Amerika volt? Ez Közép-Amerika? Vagy Mexikó? Nem, Mexikóban most jelent meg, ez pedig Közép-Amerika volt. Ez tetszik. Na nézzük, hogy hogyan állunk. Na azért több erőforrást vontak már be a kutatásba, az jól látható. Csökken a kutatási idő. Jó, akkor nekem is lépnem kell. Jó. Oké, jöjjenek itt az arachnoidok. Szabaduljon el a popol. Xenomorph rovarok támadása következik. És Közép-Afrikában is megjelentek. Ott jó sok a szúnyog, úgyhogy ott potenciálisan sok lesz a fertőzés is. Ráadásul határokon átívelnek ezek a xenomorf rovarok. Egy százalékon van a kúra. Hagyok még DNS pontot, mert szükség lesz rá. Valószínűleg ezt a szkenárió készítője még nem teljesen balanszolta ki egyébként, hogy mihez mennyi DNS pont kelljen. Az biztos, hogy nagyon fertőző lesz ez az egész. Hát nézzétek meg, így egy ország sem marad itt meg. Mindenütt megjelennek a xenomorfok. Ó, hamarabb halnak az emberek az UK-ban, mint ahogy megfertőződnek. Na, ezen mindjárt segítünk. Bár itt ugye veszélyes, hogy itt az állatokat mutálom, mert így akkor könnyűszerrel hamarabb megölik az embereket, mint ahogy újakat fertőzhetnének meg, úgyhogy itt egy kicsit a kivárásra kell játszani. De már az első mutációk megvoltak, így 2096 decemberében már idegen eredetű legyek és ilyen kobra-szerű férgek tizedelik a lakosságot, és már több mint 157 millió ember lelte halálát. Na, Grönlandon is megjelentek. Jó, na nézzük csak, hogy hol nincs még fertőzés. Ó, szigetországok, Madagaszkár, Karib-szigetek, Izland és ott Új-Guinea. Jó, én szerintem rájuk szabadítom itt a dolgokat. Ó, xenomorf pika és emberi adaptáció. Hoppá, hoppá, hoppá. Adaptálódik az emberi organizmushoz. És az embereken keresztül próbálja meg reprodukálni magát. Jó, a kutyákat is bevonom a buliba. Négy lábú quadruped. Nagyobbak lesznek a kutyák. Sokkal agresszívabbak az emberek irányába.
halálosabbak lesznek, viszont kevésbé fertőzőek. Jó, és fertőző bolhák. Ha, és megjelent a facehugger, az arctámadó. Ezek ugye, akik kikelnek a földön kívüli tojásokból, és egyből rátapadnak a gazdatestekre, és elhelyeznek egy tojást, egy embriót a gazdatest szervezetében. Az az embrió növekszik, növekszik, és egy idő után, igen, itt van, egy mellkas robbantóként tör elő a gazdatest szervezetéből, és ezzel megöli a gazdatestet is. Na, a világkupát lefújták. Mi meglepő. Na jó, most viszont hát fel kell kötni a gatyót, mert itt mindenütt megjelennek a xenomorfok és tojások mindenütt, a dzsungelekben, erdőben, a városa lepusztultabb régióiban. Aki arra merészkedik, akkor azokat szépen elkapják az arctámadók, úgyhogy itt nagyon kell vigyázni. És akkor jöhet a chestburster, ugye a mellkas robbantó. És mi kell itt még? Ez 21 DNS pont, ez 23. Jó. Most már ugye a halálozási arány is nagyban megnövekedett, úgyhogy azok után is kapok még extra DNS pontokat. Hadd szóljon! És akkor... Ó, ezt még mindig nem látom. Ez lehet, hogy még állokkolnom kell valamit. Közép-Afrikában is földön kívüli hordák lepik el a dzsungeleket. Úgy tűnik Kanada lezárta a határait. Csak nehogy elzárják így a fertőzés terjedését, ugye, hogy hamarabb, ha meghal minden fertőzött, akkor ugye nem megy tovább. Nincs benne még az, hogy irányíthatni tudnánk így az alien hordákat. Ez a képesség, aztán kérdéses, hogy belerakja a készítő, na és itt van szaporodás. Ja, ezt a képességet, ha-ha-ha, és megjelent Axelomorf, a jó öreg banánfejű kis barátunk. 28 TLS pont, ez viccel? Na és amikor a mellkas robbantó ugye kifejlődik, akkor ebből lesz a Axelomorf, akinek az egyetlen célja az, hogy megöljön mindent, akivel szembenéz. És ahogy nézem, ott további válfajokat tesz majd elérhetővé a játék számunkra. Hát igazság szerint most már ez a játék egy xenomorf inváziót szimulál, majdnem, hogy egész jól. Amit látjátok, tehát Amerikában is már több ezren, több tízezren lassan megfertőződtek. Grönlandon is ugye a messzi hideg északon is megjelentek a xenomorfok, mindenütt ott vannak. Egyedül még Európa bizonyos régiói, illetve Kanada tartja magát. Hideget annyira nem csípik a xenomorfok. Nem is véletlenül általában melegebb helyeken szoktak fészket ütni. És itt vannak a különböző válfajok, ugye a runner, a gyors futó xenomorf, aki hát nem annyira halálos, de ugyanakkor nagyon gyors és agilis. Viszonylag törékenyebb, akkor itt van a harcos. Ez szokott általában az emberekből kikelni. Álcázásra és az emberek likvidálására van specializálva. És itt van a Pretorian, a királynőnek a testőre. Hát ez egy nagyon nagy, masszív xenomorf, és hát lassabb, de sokkal erősebb, mint a többi testvére. Jó, hadd szóljon. Jelenjenek meg a pretoriánusok, és végül itt van a királynő 59 DNS pontért. Ugye ő tolja a tojásokat, és ezzel nem kicsit növeli meg a fertőzés veszélyt, és sokkal halálosabbá teszi a xenomorf hordát, mert ugye lesz már egy anyja, egy anyukája az egésznek. És a fészek, az is 25 pont, a pontoknak kicsit... Még szerintem lehetne ezen balanszolni, de alapvetően ez nem tök mókás. Hát kérdés az, hogy Amerikát sikerül-e elletnie a xenomorfoknak. Hát még egy királynőt az jó lenne bevonni a buliba, hogy megjelenjenek az első királynők. Akik járatosabbak az alien mitoszában, azok valószínűleg tudják, hogy
Tehát többfajta elmélet is létezik arra, hogy ezek hogyan reprodukálódnak, vagy hogyan jelennek meg. Itt ugye ezt a fekete folyadékot, amit láttunk a Prometheusba, azt mutálta Sana széjjel, és előbb-utóbb megjelentek a tojások, a tojásokból kikelő arctámadók, és akkor azt a fajta késztetést erősítettem, hogy a gazda testet használják föl ugye keltető gyanánt. És akkor utána előbb-utóbb megjelentek a xenomorfok is, akik ugye, hoppá, de úgy tűnik, hogy Amerikában fogynak a fertőzöttek, és én pedig nem kapok új pontokat. Ez nem jó. Hogy lesz így királynőm? Lehet lekére csökkentem, nem, a Pretoriának legyilkolják a megfertőzött embereket is. Közben már 75%-on van a kúra, ajjajjaj. Amerika és itt Európa egyes régiói még tartják magukat. Na, DNS pont, az jó. Van az emberiség túléli a xenomorf inváziót? Igen, itt az egy hiányzik még ebből a szenárióból, hogy tehát nem veszi számításba azt, hogy a meghalt emberekből xenomorfok lesznek. Tehát ezt lehet egy ilyen zombi hordás alapvírussal kellene kipróbálni, mert ott ugye tudjuk irányítani a zombi hordákat. Na, megjelenik a királynő! Na, még 1.300.500, na, azért fertőződnek itt az új emberek. Jól van. A királynőt még ki szeretném fejleszteni, de rohamosan fogynak. Na, még egyet. Még egy pontot. Nagyon penge élen táncolok. Nem tudok valamit visszafejleszteni? Jó, ezt visszafejlesztjük, a nyában való terjedést. És akkor jöhet a xenomorfok anyja, a királynő. Na, és ott hagytam abba, hogy... Tehát megjelennek a tojások, vagy már ott voltak, vagy pedig ha egyetlen egy emberből kikel a xenomorf, akár az is képes fészket létrehozni. Előbb vagy utóbb, vagy pedig ugye ő maga fejlődik tovább királynővé. Egyébként pedig a gazdatestekből kikelő xenomorfok egyike válhat királynővé. Ez nem tisztázott, hogy ez szándékos-e a boly részéről, vagy pedig hát valamilyen kémiai folyamat váltja ki, vagy pedig, hogyha nem érzékel királynőt a közelben, akkor lesz belőle királynő, de hát igen, a kúra megszületett, és az emberiség megmenekül, hát Amerika és Kanada túléli, illetve Közép-Európa is, tehát mi is megúsztuk a xenomorf inváziót, de hát nézzétek meg, az egész világ hemzseg az alienektől, de túléltük. Igazság szerint most jönne az izgalmas része, hogy ott a fészek világgá változott Föld ellen, hogyan éli túl ez a pár millió ember, de ez sajnos nincs benne. Mindegy, ettől még szerintem ez egy nagyon jó pofa és ötletes kis szkenárió volt. És hát mondom, a videó leírásában linkeltem, aztán remélhetőleg még a készítője az tovább fejleszti ezt. Minden esetre látjátok, hogy a szkenárió készítővel milyen jó pofa dolgot lehet ebbe csinálni. Az alaprecept ugyanaz, és inkább csak a különböző vírusoknak, tehát az alapválfajoknak a variálásával lehet itt játékmenetbeli változásokat elérni, de így hangulatra és erre a történetre, amit el lehet egy-egy ilyen vírussal mesélni, azt szerintem baromi ötletes, és nekem tetszik. Na, erre majd még visszadézek, hogyha esetleg volt benne változás, addig is köszönöm szépen a figyelmet, remélem jól szórakoztatok, és mondom, próbáljátok ki, ha tetszett. További szép napot kívánok, sziasztok!